Minden éven megemlékezik névadójáról a Sárospataki Vai Miklós Református Szakképzőiskola és Diákotthon. Ilyenkor az iskola előtti emlékkőnél koszorút helyeznek el, elismerik a tanév legjobban tanuló diákját, az év pedagógusát és az év szakmai partnerét, de nem csak emlékezésről szól ez a nap, igyekeznek erősíteni a vais közösséget is. A Diákotthon területén osztályok közötti főzőversenyt tartottak, ahol mind a 13 oktatott szakma képviseltette magát. Én úgy gondolom, hogy a szakmai programokon és a szorgalmi időszakban folytatott tanulás mellett nagyon fontos ez a közösségi program is, ami a mai nap folyamán valósul meg, és pincér, szakács szakokat is indítottunk már jó pár éve. Természetesen ezekben a szakmákban tanuló diákok talán a legügyesebbek, de elmondhatom, hogy itt a fémipari szakmákat tanuló fiúk is nagy lelkesedéssel indultak a mai napon a főzőversenyen. A főzés nem egyszerű dolog, különösen nem az bográcsban, de a diákok kitartóan próbálták minden otthon ellesett ötletüket megvalósítani. A mi ételünk egy sertés pörköltből készült, ha jól tudom. Igen, sima sertés húsból egyébként, ez 5 kg hús felhasználását vette igénybe nálunk. Hogyan álltatok neki, volt a segítség, vagy minden saját kútfőből? Saját kútfőből dolgoztunk, mi vettük meg a húst, mi vettük meg hozzá a zöldségeket, mi hoztuk hozzá a bográcsot, mindent mi készítettünk elő, kivéve a fát az iskola biztosította. Mi a recept? Hűha, ez nagyon jó kérdés. Igazából hála jó Istennek többen vagyunk faluról, és a falun eltanult hagyományokat próbáljuk valamilyen szinten kibontakozni, amik esetleg nagymamától, szülőtől tanultunk el, illetve közös bográcsozások alapján közösen próbáltunk ételt készíteni. Nem tét nélkül főzőcskéztek a leendő szakmunkások, egy igen tapasztalt királyi mesterszakács elé kellett járulniuk a kész ételekkel. Márki Bertalan azt mondta, már a lelkesedést is díjazni kell a fiataloknál. Megpróbálom először összehasonlítani a ízeket. Az ízek azt hiszem, hogy már kezdik utánozni a nagymamát, illetve a példaképüket. Csak 3 kg húsba is ugyanannyi sót tettek, mint 5 kg-hoz jár. Úgy érzem, most már muszáj lesz egy kicsit, vagy egy fog kefét, vagy egy öblítést. Mert ez a só elég lenne mind a 10 adaghoz, amit ebbe a második adagba kóstolgattunk. Mit lehet elvárni a fiataloktól, hogy ők hogyan is főzzenek? Egyelőre ambíciót, hogy akarom vagy nem, tehát a kitartást, hogy most én nekem az jut, hogy a hagymát tisztítsam meg, vagy a bográcsot mossam ki, vagy vigyázok arra, hogy a tűz ki ne aludjon, illetve úgy égjen, hogy pörkölt, ugye kitartó munka kell ahhoz, hogy egy marha pörköltet, vagy egy sertés pörkölt le ne égjen. Természetesen az ételek legalább annyira különböztek egymástól, mint az osztályok, de egy diákfőző versenyen ez így van rendjén, tette hozzá a királyi mesterszakács.